az ütemtervnek megfelelően halad az új üllői piac kivitelezése. A jelenleg már 75%-os készültségi fokú beruházás bérelhető helyeire beérkezett pályázatból 14 nyert, velük már meg is kötötték, alá is írták a bérleti szerződéseket. Mindeközben a további elárusító helyek számára új bútorzatot is vásárolt a város. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy semmi akadálya a tervezett márciusi átadásnak. Szemmel látható a változás, hiszen a hátam mögött már látható mindenki számára a mintázat, akár a földön, akár a tetőzeten, hogy amint fölkerült az üvegtető, úgy már a sima felületre alakított betonajzaton megjelenik az a mintázat, amit szerettünk volna elérni. Tehát elérkeztünk a beruházásnak körülbelül 75%-ához, ami azt jelenti, hogy a szépészeti, burkolási és egyéb technikai munkálatok fognak ezután következni. Jelen pillanatban az épület együttesnek a készültsége időarányosan az ütemtervnek megfelelő, összességében körülbelül 75%-on áll az épület készültsége. És akkor beszéljünk arról, hogy van egy pozitív hír is, hiszen a pályázatokat elbírálta Üllőváros önkormányzatának képviselő testülete, és lassan már az eredményeket is megtudhatjuk. Kik azok, akik szerencsések, akik nyertek a pályázaton, és hamarosan benépesíthetik a üllői piacot. Örömteli hír, hogy 24 pályázat érkezett be a pályázati határidőnek a végéig, amelyből 22 érvényes pályázatot találtunk, és a 22-ből kellett kiválasztani 14-et, mert ugye 14 kis üzlethelyiség áll a rendelkezésre. Nem volt egy egyszerű feladat, de hál' Istennek elmondható, hogy egy nagyon jó pályázati feltételt írtunk ki, amelyben 4 dolgot pontoztunk, a nyitvatartást, a profilt, hogy ki milyen termékeket szeretne majd árusítani ezen a helyszínen, illetve az, hogy milyen illetőségű az adott vállalkozás, és ezen felül egy társadalmi felelősségvállalási pontozás is szempont volt a 4 szempont közül, és ennek köszönhetően egy sorrend, egy pontsorrend állt össze, ami alapján a sorrend első 14 vállalkozója számára ajánlottuk föl a bérleti szerződés kötési lehetőséget, és 14 szerződőből mind a 14-en vállalták is, hogy akkor ők aláírják ezt a szerződést, és ezeknek a szerződéseknek az aláírása a múlt héten meg is történt mind a 14 leendő vállalkozóval. A 14 nyertes vállalkozóból 11 üllői illetőségű, 3 pedig a környező településekről származik. A 14-ből 12 ő élelmiszer jellegű kereskedelmet kíván majd folytatni, 2 pedig kreatív hobbibolt, illetve egy irodaszerbolt fog helyet kapni, és nagyon fontos, hogy amivel élővé tudjuk tenni ezt a területet, hogy mind a 14 nyertes cég vállalta azt, hogy a szerdai és szombati 7-től 12-ig nyitvatartáson fölül még plusz nyitvatartást vállal. Tehát ez azt jelenti, hogy van olyan vállalkozó, aki ezen a 10 órás minimum heti nyitvatartáson fölül még pluszban 80 órát vállalt. Volt olyan vállalkozó, aki csak 10-15 órát, de az nagyon fontos, hogy én, mint vásárló, ha idejövök a mondjuk kedden az épület együttesbe, akkor találok 3-4-5, adott esetben 6-7 boltot is egy pillanatban nyitva, és így bármikor meg tudom, gyakorlatilag bármikor meg tudom ejteni a család szükséges bevásárlását. És még egy hír a piaccal kapcsolatban, hamarosan új bútorzatot is kapnak bizonyos terek. Mik ezek a bútorzatok, és milyen célt fognak szolgálni? Természetesen nagyon fontos, hogy egy élő, szövetű területet kapjunk, ami azt jelenti, hogy ugye nem csak szerdai és szombati napokon szeretnénk, hogy nyitva tartson a piac, hanem máskor is lehetőség legyen arra, hogy jártunkban, keltünkben, akár kedden, vagy most például hétfőn 10 órakor, amikor fölvesszük ezt a riportot, akár be tudjunk vásárolni egy zöldséget, egy gyümölcsöt, egy füstölt húsárut. Ezért nagyon fontos, hogy az épületek között található szabad területekre beszerezzük azokat a bizonyos bútorzatokat, azokat a bizonyos kínáló asztalokat, amin majd a 14 vállalkozón kívüli kereskedők fognak tudni árusítani.